Üdvnéktek! Újabb túra következik. A thumbnailből biztos rájöttetek már, hogy Olaszország. Kérdezhetitek azt, hogy mi a francot keresek én megint Olaszországban. Na most, jó, hogy a Olaszország ez rettenetesen turistás, de a technikai történelmekben is rettenetesen gazdag, és egy ilyen mérnöknek, mint én vagyok, ez majdnem úgy többet számít, mint az, hogy kint feküdni a tengerparton. Szóval, mint minden túrám, mint látjátok, benzinkút, az öreg XR, hát megmondom őszintén, nem tudom, meddig tudok még ezzel az Euro 2-es öreg XR-rel túrázgatni, de ameddig lehet, én azt kihasználom, és még utána is. Na, mi a napi terv? A napi terv az, hogy ma a dőrségben alszom, holnap lépem át Ausztriába a határt, ott van egy pár dolog, amit megnézek. Szlovénia. Szlovéniából a Mangarton keresztül Olaszország. Olaszország pedig egészen le... Olaszországban pedig elég egészen le Rómáig. És Rómától van a visszafordító, ahol két lehetőségem van. Az egyik lehetőség az az, hogy a horvát... Hát ez az jó, amikor megállok a benzinkúton, és a kretén nyomkodja a dudát. Gyönyörű. Na, szóval... Ja, igen. Szóval hajóval Horvátországba, és utána pedig haza. Vagy pedig a Stelvion keresztül Ausztria, és úgy haza. Még kiderül. Az én túráim nincsenek csumpira kitervezve, úgyhogy meglátjuk. Iszonyat nagy CB antenna van a tetején. Várjál, így látszik, így nézzétek meg, így. Milyen borisan mutat az a mobiltelefonok korában az a rohadt egy CB antenna. De lehet, hogy ezt a kocsit a visszajövőből Doki építette, és az tulajdonképpen a fluxus kondenzátornak a feltöltője. Bakker! Hogy én milyen lökött vagyok? Hát persze! Nyúl vagy Marty McFly, nyúl! Szevasztok! Ha-ha! Srácok, megálltam itt a benzinkútnál. Itt áll a csataló. És jó, hogy ezért sűrűn kell megállni, mert nézzetek már ide. Ilyen cuccokkal találkozik az ember. Oh yeah! A bunker csoda. Hajde, gyönyörű. Felhívom figyelmét minden Teslásnak, ez itt autó. Oh,
Jaj, de gyönyörű Istán! Mellette meg egy ilyen iszonytató böszmeteg. Tényleg borzalmas nagy. Csak úgy mutatnám, hogy 1,90 vagyok. 1,95. Na, ez a vállam már van ezért. Visszapillantom. Megvan az első szállás, amit látjátok, jurta szállásom van. Tisztára hunnak képzelhetem magamat a jurta szállásomban a vaslovammal, ami ott van. Mindjárt körbeviszlek titeket. Ez főleg ilyen gyerekes szállás. Hát egy nagy gyereknek is jó. Na szóval, nem tudom mennyi látszik belőle, de ez itt a konyha. Nagyon rendezett, nagyon szuper. Ciao. Ez pedig itt csak az én jurtámhoz tartozik. Üdvő! És mindjárt beviszlek titeket a jurtába is. Modern hunnak modern jurta. Az ott az ágyam, egy van megvetve. Az egész így néz ki. Világítás nincsen benne. Hát vaslovam van. Hátrafelé nyilazni még nem tudok. De igyekszem. Ja, ott a világítás vagyok. Szóval szevasztok, nem tudom, hogy hogy tetszett a jurtaszállás. Kérdeztem a házi nénit, hogy tulajdonképpen lehet, hogy későn kérdezem meg, de ez a jurtaszállás az egy amúgy fölmelegszik? Mire mondja a házi néni, igen, elég erőteljesen fölmelegszik, de a magáé nem, mert pont irány árnyékban áll. Úgyhogy az enyém szerencsés, tehát én szerencsés voltam vele. Viszont ahova most megyünk, az a 4 éve van leszúrva a térképemen, azóta várom, hogy meglátogassam. Nagy Magyarország emlékműnek hívják, és tulajdonképpen ez egy kert úgy megcsinálva, úgy berendezve, mintha Nagy Magyarországot látnánk. Van egy kilátó, amire föl lehet menni a tetejére, és akkor látod madártávlatból, de én ezt egy picit túl gondoltam. Na most hoztam a drónomat. Ugye értitek? Madártávlatból, dróntávlatból megnézzük ezt a Magyarországot, ezt a Nagy Magyarországot. Gyertek velem!
nem olyan. Szép kilátások. Szóval szerettem volna jönni már régóta ide. És lehet, hogy mindjárt elázok. Annyira ügyes vagyok. Gróf Széchenyi. Deák Ferenc. És belépek a Nagy Magyarország területére. Itt van. Beléptem. Brassó, Sepsiszentgyörgy, Segesvár, akkora villámlás van itt a közel, mint a ház. Szóval itt van Budapest, Szent Korona, Székesfehérváron, Balaton. Poén lenne, lenne benne víz is, de nincs. Veszprém. Keszthely. És hát Zalacséb. Itt vagyunk. Itt vagyunk Zalacsében. Szóval srácok, ez volt a Nagy Magyarország Trianon emlékmű. Elképesztően szép lett volna, hogyha, ha nem nézitek, egy felhő van, egy nagy, de az fölöttem. A többi részen annyira nincs gond, arra egész világos. Az, amikor a szarút az nem hátrány, hanem feature. Ezen az úton mutatom, 90-nel lehetne menni. Na most, aki itt 90-nel megy, az fasz. Te jó ég, szél rázda. Tököm. Itt a T-34-es. Na, hogy ezt is látom. Hiper-szuper. Aki esetleg nem tudná, a T-34-es az egy Tier 6-os tank. A World of Tanks-ban. Köszönöm szépen. Thank you.
és ezzel a felszabadulás emlékművel zárom is az első nap történéseit. Ahogyan mondtam, a következő napi túra Ausztria érintésével Szlovénia irányába folytatódik majd. De az már egy következő videó tartalma lesz. Az a videó majd körülbelül 2 hét múlva várható. Itt egy kis ízelítő belőle. Itt. Azért ez. Bergland. Jöhely, srácok! Na, hát azért megvalott írindja, hogy csövezés az eurós párnak a parkolójában. Be somebody, be somebody too. I wanna be somebody too. Csá, csataló! Mi van? Kire vársz? Istenem! Ez a világ legszebb milfje. Akkora csöcsökkel. Kibaszott nagy hátsóval. Ilyen. Anya. Megirgalmatlan büdös van benne. Fújt valami megdöglött.